következő percekben folytatjuk azt a sorozatot, amelyet a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal kezdtük. Dr. Nyulászi András, rendelésvezető főorvos, traumatológus, sebész a vendégem. Tisztelettel köszöntöm. Pár hónapja van csak itt a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatban, de azt gondolom, hogy már híre ment annak, hogy valami változás történt, mint ahogy az egész TESZ életében változás történt. Kezdjük azzal, hogy egy picit ugye fölvilágosítjuk az embereket, hogy amikor bediktálta a titulusát, akkor mondta, hogy sebész, traumatológus. És szerintem nincs mindenki azzal tisztában, hogy mi a különbség a sebész és a traumatológus között. Sok szeretettel köszöntöm Önt és a kedves nézőket. Az egyetem elvégzése után az embernek lehetősége nyílik arra, hogy szakvizsgát, tehát szakorvossá váljon, szakvizsgát tegyen. Első lépésben én sebész szakvizsgára tettem szert 1986-ban, majd 1997-ben, picit valóban megkésve, traumatológiából tettem szakvizsgát, tehát nekem két önálló szakvizsgám van. Ez azt jelenti, hogy mind az általános sebészeti betegek vizsgálatára és ellátására van jogosultságom, és ezek fölött a baleseti sebészeti betegek, tehát a sérültek ellátására és vizsgálatára van jogosítványom. Ez azt jelenti, hogy a TESZ +1 traumatológus szakorvossal gyarapodott, ezért most már a sebészeti rendelésen reggeltől estig vagy direktbe, vagy konziliárius szinten, de mindig találkozhatnak a betegeink traumatológus, vagyis baleseti sebész szakorvossal. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon kedvező hír, pláne egy nyári időszakban, amikor egy kicsit szabadabbak az emberek, netántán elkezdenek sportolni, többet sportolnak, többet fogyókúráznak, erre is majd lesz példánk, más életmódot kezdenek el folytatni, és nincsenek fölkészülve arra, hogy milyen problémák adódhatnak az életükbe. Valóban induljunk ki a nyári időszakból és a TESZ életéből, hogy ugye most már másfajta betegek is érkezhetnek a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálathoz, tehát a friss sebesültek, sérültek is. Megnövekszik ilyenkor a balesetek száma? Lényegesen megnövekszik. Egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sokan vágnak bele a jó idő megérkeztével a sportolásba. Ez rögtön azt mondja maga után, hogy edzetlenül vágnak bele, ez nagyon-nagyon megteszi, vagy megnöveli a sérüléseknek a valószínűségét és a számát. Tehát egy jó tanácsom lenne a kerület lakosainak, és nehogy Isten leendő betegeinknek, és országszerte mindenkinek, hogy edzetlenül soha ne vágjunk bele. Mindig fokozatosan érjük el azt a terhelési szintet, amin tovább már nem akarunk lépni. Nagyon jó példa volt erre, hogy a katonaságnál hosszú évek óta, ugye már nem fociztunk egyetemista éveink alatt, és a katonaságnál két kollégának például ahilleszén szakadása lett, egyszerűen azért, mert edzetlenül a nagy terhelésnek vágtak bele. A nagy terhelés mit jelent, mi és kinek nagy terhelés az, ami a másiknak egyáltalán nem nagy terhelés? Tehát például én arra gondolok, hogy valaki kitűzi azt a célt maga elé, hogy le fog futni 10-12 kilométert, ami nagyon üdvös és nagyon kellemes táv tud lenni, de hogyha én előtte hónapokig nem futottam semmit, akkor az nagyon nagy terhelés. Más embernek, aki már edzett, vagy a tél folyamán, vagy tavasz folyamán is futott, annak a 12 kilométer az lehet akár a napi, vagy két napi adagja is. Ebben a nyári időszakban mik a legspeciálisabb, vagy leggyakoribb sérülések? Az első nagyon gyakori sérülés az a vízbe vagy a vízparton éri az embereket. Annak idején, mikor még sokat járt az ember a vadregényes Adriára, akkor mindig húzott fel egy fürdőcipőt. Én ezt tudom javasolni, hogy a magyar tavakban is csinálják nyugodtan ezt az emberek, hogy fölvesznek egy fürdőcipőt, nem mezitláb mennek be a vízbe. Sajnos a vízpartokon is nagyon sok olyan jelenséget tapasztalunk, hála a jó magyar szemetelő embereknek, szétdobálnak üvegeket, széttörik, konzerves doboz, ez mind megvághatja az ember lábát, kezét. Tehát cipőbe, ha fürdőcipőbe, ugye cipőbe fürödjünk, cipőbe járkáljunk a vízparton. Annak ellenére, hogy nagyon egészséges a mezitláb való sétálás, de sajnos csak olyan helyen, ahol biztosak vagyunk abban, hogy üvegbe, konzervdobozba nem lépünk bele. A másik ilyen nagyon specifikus belegyógyászati baleset az a felhevült testtel való vízbeugrás. Ezek nagyon triviális dolgok, de mégis minden évben nagyon sok olyan baleset történik, ami ebből következik. Felhevült testtel, gumimatracsal, vagy pláne most már vízibiciklivel bemegyünk a tó közepére, 38-40 fok van, és beugrunk a 23-24 fokos vízbe. Ami nagyon kellemes fürdőhőmérséklet, de a nagy hőmérséklet változás után egy bizonyos élettani reflex következtében hirtelen szívmegállást okoz, és akkor ott a víz közepén nagyon nincs segítség. Ilyenkor az történik, hogy az erek a hideg hatásra összehúzódnak? Van egy speciális reflex, erre most nem térnék ki ennek az elég bonyolult élettani hátterére, hogy a hirtelen hőmérséklet változás következtében ez a reflex egyszerűen egy ilyen paraszimpatikus tónusfokozódás következtében megállítja a szívet. Már is hallottuk a jó tanácsokat doktor úrtól, és azt hiszem, hogy ennek mentén fogunk tovább haladni. Itt a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál picit máshogy alakultak az elmúlt időszakban a dolgok. Önnek nagyon nagy gyakorlata van, hiszen a traumatológiai osztályon dolgozott éveken keresztül a Péterfi Sándor utcai rendelői, nem rendelő, hanem kórházban, sőt ugye a Fiumei úti traumatológiai osztályon. Hihetetlen nagy gyakorlatra tett szert, és azt gondolom, hogy mint traumatológus, mint sebész mindent látott már. Miért választott mégis egy pályamódosítással, úgymond pályamódosítással egy pályázati lehetőséget ide az egészségügyi szolgálathoz? Olyan lehetőséget láttam ebbe a pályázatba, hogy egy finoman fogalmazva döcögő sebészeti szakrendelésből egy nagyon progresszív és progrediáló sebészeti szakrendelést lehet csinálni. Ennek a tanúbizonysága az, hogy a betegforgalmunk, én 2017. február 1-je óta dolgozom a TESZ-be a sebészeti rendelés vezető főorvosaként, tehát az elmúlt időszakban a betegeinknek a száma, tehát az orvos-beteg találkozás 20%-kal növekedett. A műtéteink száma, ami ugye jellemez, és a legjobban jellemez egy sebészeti szakrendelést, 2,5-szeresére emelkedett. Gyakorlatilag mi nem küldünk el beteget olyan ügyből, ami ambulánsan megoldható, tehát mi minden ambuláns műtéti lehetőséget kihasználunk és megcsinálunk. Az előjegyzési időnket sikerült nagyon rövidre leszorítani. Nyáron egy picikét személyi és egyéb okokból hosszabb, nyáron nagyon-nagyon rosszul gyógyulnak a sebek, tehát itt egy picikét hosszabb lehet a várakozási idő, de ez is körülbelül 2-3 héten belül van. Ezzel magasan az országos átlag fölött vagyunk, mint azzal, hogy kevés a várakozási idő, mert azért mindenhol 2-3 hónapot kell várni, akár egy vizsgálatra is. De térjünk vissza erre a kulcsmondatra, hogy 2,5-szeresére nőtt az ellátottaknak a száma. Én emlékszem, hogy volt olyan, amikor bementem a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálathoz, és jóformán kongott az ürességtől. Ezek szerint az emberek között már híre megy, hogy van egy jó traumatológia, egy jó traumatológus, egy új sebészeti rendelési forma, hiszen eddig nem tudtak minden ambuláns műtétet itt elvégezni. Mi változott? Egyrészt megjavítottuk az önkormányzat 6-os közreműködésével a tárgyi feltételeket. Kaptunk egy új, gyönyörű műtőlámpát, ami körülbelül 10-szeres fényerőt tud produkálni, mint a régi műtőlámpa. Meg tudtuk újítani a kézi műszerkészleteinket, ez nagyon fontos dolog egy műtétes szakmánál. Kaptunk új sterilizáló berendezést, ez is fontos, hisz hát a steril műszerek nélkül nem tudunk semmire sem menni. Ez az egyik oldala a válasznak, a másik oldala pedig az, hogy a személyi feltételek azok annyiba változtak, hogy most már megköveteljük azt, vagy előírjuk azt a kollégáknak is, hogy igenis mindenkit vegyenek várólistára, még ha egy rövid várólistára, de mindenkit vegyenek előjegyzésre, és mindenkit operáljunk meg, aki hozzánk fordul ezzel a kéréssel. Na most, ez azt jelenti, hogy tehát van egy várólista, valaki bejelentkezik, mondja, hogy mit tudom én, szemölcsöt szeretnék leszedetni, most ez egy nagyon egyszerű történetnek hangzik, de volt olyan, hogy 3-4 hónap múlva kapott az ember egy időpontot. Akkor egy sorrendet raknak föl, hogy ezeket egyfajta ellátásokat egyszerre teszik, sőt, arra is hallottam, hogy visszahívják a betegeket, hogy biztos jön-e, hogy a kieső helyekre be lehessen tenni másik műtétet. Igen. teszünk egy bizonyos fontossági sorrendet, hisz például rossz indulatú bőrelváltozásra van gyanú, akkor semmiféleképpen nem szabad nekünk már halasztani, még akkor se, hogyha a beteg azzal az anamnézissel érkezik hozzánk, hogy már 3-4 hónapja észleli ezt az elváltozást. A rossz indulatú elváltozásokat azonnal és radikálisan kell megoldani, itt várakozási idő szinte semmi nincs. Arra is szeretném, hogyha reflektálna, hogy tényleg valóban működik az a rendszer, hogy tehát ellenőrzik, hogy a beteg valóban jön el, hogy ne legyen üres járat? Igen. A rendelésünkön az elmúlt időszakban kialakult egy nagyon pozitív eljárás, hogy a rendelésen belül működő érsebészeti rendelést, ami hetente egyszer van, és ez egy gondozás, tehát ez nem egy akutellátás, ez egy gondozás. Az előtte velő napokban az egyik asszisztens kolléganőnk fölhívja a betegeket telefonon. Szerencsére mindenkinek, aki hozzánk fordul, már benne van a regiszterben a telefonszáma, és lecsekkolja, hogy emlékszik-e arra, hogy jönni kell, illetve tényleg hajlandó-e jönni. Előfordul olyan, hogy az ismerősöm már elintézte, hogy máshogy megnéztek, és akkor kapunk egy visszajelzést, általában rendelésenként 1-2, esetleg 3 beteg visszamondja a rendelést, ekkor a kolléganő a következő heti rendelésből azt 1, 2 vagy 3 beteget veszi előre, és akkor így mindenki jól jár a várakozási idő csökkentésével. Bár minden osztályon így működnének a dolgok, mert egyébként tudjuk azt, hogy tényleg rengetegszer van az, hogy elfeledkeznek, elutazom, nem tudok elmenni, mert tárgyalásom van, nem is tudom, hogy beszóljak-e vagy nem, majd megoldódik, és akkor gyakorlatilag flottaból tud működni ennek a rendszernek az alapján, de ezek szerint ez az érsebészetnél működik. Igen, itt még annyi pozitívum történt, hogy az érsebész kollégával megbeszéltük azt, hogy az érbetegeket elég évente, ha csak ő valami szakmai indokból nem látja szükségességét, nem kell fél évente ellenőrizni, elég évente egyszer végignézni az erek állapotát, ellenben a szükséges gyógyászati segédeszközöket mi sebészek, traumatológusok is föl tudjuk írni, tehát most az a rend alakult ki, és ezzel is lényegesen lecsökkent a várakozási idő, illetve az érsebészeti rendelésen tényleg csak érsebészeti szakmai szempontok kerülnek elő, tehát mi sebészek is fel tudjuk írni a gyógyászati segédeszközöket, ők fél évente eljönnek hozzánk, ez az úgynevezett kihordási idő, amikor ez letelik, bejön hozzánk, mi fölírjuk a gyógyászati segédeszközt, a következő fél évben, tehát egy év elteltével már megint az érsebész kollega fogja látni. Tehát csak egy adminisztratív receptfelírásért nem szükséges az érsebészeti rendelést igénybe venni. Jó, ügyes megoldásokat köszönhetünk ezek szerint önnek, hiszen ez már az ön nevéhez fűződik. Igen, én is úgy érzem, de ez hozzá kell tenni, hogy egyrészt az intézet, tehát a TESZ vezetősége nagyon sok segítséget adott, és a helyi önkormányzat is anyagilag nagyon megtámogatta a rendelésünket. Én konkrét számokat nem tudok, és elért nem is akarok mondani, de úgy tudom, hogy milliárdos nagyságrendű pénzeket fognak fordítani az elkövetkezendő évekbe a kerület szakrendelőinek, ami nagyon fontos, és a kerület körzeti orvosi rendelőinek és a szakrendelő felújítására. Ez egy nagyon nagy összeg, ha belegondolunk arra, hogy a sajtó milyen szomorú hírekről tesz tanúbizonyságot, hogy innen, onnan, amonnan mennyi pénz hiányzik. Itt szerencsére mi azt észleljük, hogy az önkormányzat hathatós támogatásával ennyi meg annyi pénzt kapunk. Mondom, kaptunk úgy műtőlámpát, ami nagyon fontos, sterilizáló berendezést és kézi műszereket. Az önkormányzat segítsége mindig nagyon jól jön. Mennyire független a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ilyen szempontból önmagában? Mennyire független, mennyire tud függetlenedni az állami egészségügyi ellátástól és az önkormányzattól? Az önkormányzat tulajdonában van a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat, tehát ilyeténféleképpen számszakilag én úgy érzem, hogy nem független, de ez egy pozitív kitétel. Az egész állami egészségügyi szolgálattól mi tulajdonképpen függetlenek vagyunk, annak ellenére, hogy az utóbbi években a betegutak biztonságos járhatósága érdekében úgynevezett sávosították az ellátási területeket, tehát például régebben volt a központi árnyilvántartó, és mindig föl kellett hívni, hogy van itt egy vakbélgyulladásos beteg, ezt most ma pénteken hova tudom küldeni, és akkor egy Kedves hölgy némi böngészés után mondta, hogy kérem szépen, itt lakik a 6. kerületben a beteg, akkor tessenek őt elküldeni a délpesti kórház sebészeti osztályára, mert ma ő az ügyeletes. És akkor a betegre volt bízva, hogy a 6. kerületből a délpesti kórházba, a 18. kerületben milyen úton, módon fog kivándorolni. Most a 6. kerület betegeit általános sebészeti és mozgásszervi sebészeti szempontból mindig a Péterfi Sándor utcai kórház baleseti központjának a Fiumei úti telephelye látja el. Ez nekünk azért jó, mert egyrészt én ott dolgoztam, az egészségügyben nagyon-nagyon fontos az úgynevezett kapcsolati tőke. Mind az intézet vezetőségével, mint a mozgásszervi osztályok vezetőivel és az általános sebészeti osztály vezetőjével nagyon jó a kapcsolat. Ez azért fontos, mert mindig kapunk a betegek állapotáról visszajelzést. Mi egy úgynevezett csoportdiagnózist tudunk sokszor felállítani, tehát nem tudunk konkrét diagnózist megmondani, annyit tudunk mondani, hogy őt megfigyelni kell egy kórházi osztályon, és a személyes kapcsolatok révén mi mindig kapunk visszajelzést. Ez mindig nagyon jó, mert az ember az ilyen esetekből tanul. Ezt találtam kézivizsgálattal, a szakrendelői lehetőségek hátterével, és akkor a kollega, aki a fekvőbeteg osztályon dolgozik, referál az én kérdésemre, és elmondja, hogy tényleg ez volt, vagy nem ez volt, vagy más volt a betegsége. Az előző gondolat során nagyon sok kérdéskör merült föl bennem. Az egyik az, ugye, hogy a kapcsolati tőke rettenetesen fontos, és itt a szakmai kapcsolati tőkéről beszélünk elsősorban. A másik az, hogy úgy dolgoznak konzíliumban, hogy a társ osztályokkal, tehát bőrgyógyászat, reumatológia, nem tudom, ortopédia, még mik tartoznak hozzá, amikkel ugye napi kapcsolatban tudnak lenni, hiszen a betegnek az állapota és a jó ellátása érdekében sokszor konzultálni kell egymással az orvosoknak, majd ezt elmondja, hogy hogyan működik jelen pillanatban. A harmadik, amire szeretnék kérdést adni, hogy most azok után, hogy egy jó lámpánk van, jó sterilizáló berendezésünk, új eszközök vannak, ennek tükrében milyen műtéteket lehet ellátni, és akkor hogyan mi a betegellátásnak az útja? Mert én nekem volt olyan régen, hogy történt valami, egy az egybe mentem rögtön a Fiumei útra, mert tudtam, hogy most a kutyaharapásommal oda kell menni. Vagy nem is érdemes a 16. kerületi SZTK-ba, ahol én lakom, elmenni, mert úgysem fogják ellátni. Tehát honnan tudjuk innentől kezdve, hogy mivel érdemes a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálathoz menni, mivel kell máshova menni, illetve mi az ellátás útja? Én azt kimerem jelenteni, hogy a 6. kerület, tehát a Terézváros lakosainak bármiféle sebészeti és baleseti sebészeti problémával érdemes rögtön hozzánk jönni. Ez egy nagy dolog. Köszönöm szépen. Ez nem jelenti azt, hogy megnövekszik a betegútnak a hossza, ez azt jelenti, hogy mi ott pontos diagnózisra tudunk jutni, és el tudjuk dönteni, hogy mi tudjuk-e konzervatíve kezelni az adott sérüléstípust, avagy tovább kell egy magasabb szintű intézménybe küldeni. Ez a betegnek is jó, nekünk is jó, és jó a fekvőbeteg intézménynek is, mert arról van szó, hogy nagyon túlterheltek ezeknek az intézményeknek az ambulanciái, tehát hogyha konzervatíve kezelhető, tehát általunk is kezelhető sérülésről van szó, és ő nálunk jelentkezik először, akkor mi levesztük a terhet a vállukról, és ők tényleg csak arra tudják fordítani az energiájukat, ami műtétes beavatkozást igényel egy törésnél, egy insérülésnél, vagy egy ér-idegsérülésnél. Visszatérve a kérdés másik részére, nagyon jó a kapcsolatunk a intézeten belüli társzakmákkal is. Én ideérkezésem után végiglátogattam a ortopédiai, reumatológiai, bőrgyógyászati szakrendeléseket. A bőrgyógyászati szakrendelések küldik az úgynevezett kisműtétes betegeinknek a jelentős részét, hisz bőrelváltozásokkal hozzájuk fordulnak, ők ezt regiszterbe veszik, egy úgynevezett digitális dermatoszkóppal megnézik, lefényképezik és rögzítik az állapotot, és eldöntik, hogy ezt ki kell émetszeni, vagy nem kell eltávolítani ezt az elváltozást. Átkerülnek hozzánk a betegek, az előbb emlegetett rövid várakozási idő után, ha rossz indulatúságra van gyanú, akkor szinte azonnal megoperáljuk a betegeket, tehát végrehajtjuk azt a műtétet, amit ők indikáltak, szövettani vizsgálat történik, és a szövettani vizsgálat eredményével visszakerül a beteg a bőrgyógyászatra, ahol eldöntik, hogy kell vagy nem kell további kezelést végezni a betegnél. A ortopédia, reumatológiai szakrendelésnek azért fontos a konziliáriusi jelenléte, mert nagyon nagy az átfedés a betegek között. Egy betegtől nem várható el, hogy egy reggel fölébred és azt mondja, hogy fáj nagyon a térdem, hogy ő tudja, hogy hova kell menni. Valamelyik rendeléshez fog fordulni, értelemszerűen legtöbbször a sebészetre, mert nálunk nem kell beutalót hozni. Mi megvizsgáljuk a beteget, és mi majd aztán eldöntjük, hogy az reumatológiára, ortopédiára, vagy netalántán ránk tartozik, vagy magasabb szintre kell tovább küldeni, mert olyan jellegű elváltozása van, ami esetleg műtéti beavatkozást tesz szükségességé. Ezért tartottam én rögtön az odaérkelésem, tehát ezért februárjában nagyon fontosnak, hogy a társzakmákkal leüljünk és megbeszéljük ezeket a konziliáriusi dolgokat. A képalkotó diagnosztika milyen állapotban van a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál? Most éppen nagy kopácsolás hangja hallatszik a képalkotó eljárás harmadik emeleti szintje fölül, hisz most szerelik be az új digitális mammográfiát, aminek nagyon nagy jelentősége van az emlődaganatok szűrésébe. Ezen kívül a hagyományos úgynevezett képalkotó eljárásokban, tehát a radiológiai vizsgálatokban mi nekünk nagyon nagy támpontot adnak, hisz ránézésre mi nem tudjuk megmondani, hogy egy duzzadt végtag mögött törés, vagy csak egy egyszerű zúzódás húzódik meg. Nagyon jó a kapcsolat velük, ha kétes eredményeket gondolunk, akkor konzilium szintjében megbeszéljük a dolgokat, hogy ők vagy mi a klinikum függvényében minek gondoljuk ezt az elváltozást. Nagyon fontos az ultrahangdiagnosztika, ezek általában előjegyzéssel történnek, itt sincs nagyon hosszú előjegyzési idő, én mikor ide kerültem, elcsorálkoztam, hogy ilyen rövid előjegyzéseket tudnak adni a kollégák, és örültem neki, de mégis lehetővé tették számunkra azt a képalkotó eljárást végző kollégák, hogy bizonyos esetekben sürgősségi ultrahangvizsgálatot tudjunk indikálni, magyarul azonnal meg tudják nézni a beteget egy hasi vagy egy végtagi panasz hátterébe, milyen betegség állhat. Ez egy nagyon jó dolog, és ez is az interpersonális jó kapcsolatok következménye, hogy ezt ki tudtuk alakítani, leültünk megbeszélni, és gördülékenyen mennek ezek a dolgok. Jó állapotban vannak a készülékek, vagy itt is felújításra szorul, vagy korszerűsítése, vagy új eszközökre van szükség? Digitális röntgenberendelés van, aminek az a hatalmas nagy előnye, hogy az elkészített röntgenfelvételt szinte real-time látjuk lent a rendelőbe, a monitoron. Fantasztikus. Én magam, mint traumatológus ragaszkodom hozzá, hogy lássam az elkészült röntgenfelvételt. Régebben, ezt én csak így ilyen városi legendákat szintjén hallottam, voltak olyan szakrendelések, ahol nem voltak hajlandó a régi hagyományos röntgenfilmet kiadni a betegnek, igen, hogy megnézze a sebész vagy traumatológus kollega, mondván, hogy ő leírta, hogy van vagy nincs törés, és nem tudott a kollega röntgenfelvételt nézni. Ilyen szerencsére nálunk nem is volt soha, de a digitális röntgen korszakában én real-time látom a monitoromon az elkészült röntgenfelvételt, és végig tudom nézni. Ez a röntgennéző program egy nagyon jó, lehet nagyítani, fordítani, mindent lehet vele csinálni, tehát tényleg 100%-os biztonságú diagnózisra lehet jutni ezzel a rendszerrel. Mi az ő speciális szakterülete? Milyen műtéteket végzett leggyakrabban? Hát a Nagybaleseti Intézetben én hasmelkas ügyeletet hajtottam végre a végtagsebészet mellett, csípőprotéziseket operáltunk, és hát az akut ügyeletben hasi és melkasi sérültek ellátása volt a feladatom. Szerencsére, vagy sajnos, ez a szakrendelőben nem végrehajtható. Itt a bőr jó és rossz indulatú daganatainak az elváltozásával foglalkozom, illetve mozgásszervi diagnosztikával, tehát törekszem arra, hogy nagyon nagy biztonsággal meg tudjam mondani, hogy egy betegnek olyan mozgásszervi sérülése van, amit én tudok kezelni konzervatíve, vagy tovább kell küldeni magasabb szintű intézménybe. Illetve azt is egy nagyon fontos szempontnak tartsam, hogy amikor magasabb szintű vizsgálati eljárás, tehát CT-t, ultrahangot, izületi ultrahangot, CT-t vagy MR vizsgálatot kérek, akkor nagyon pontosan tudjak rákérdezni a diagnózisra, mert mindig azt mondják a képalkotós kollégák, és teljesen igazuk van, hogy csak pontos kérdésre tudnak pontos választ adni. Azt nem kérdezem meg, hogy nem hiányoznak-e ezek a műtétek, mert mi nagyon örülünk annak, hogy itt nálunk egy nagy gyakorlattal rendelkező orvossal van-e szó, aki a sebészetünkön, ugye rendelésvezető főorvosként tevékenykedik, annál is inkább, mert nagyon sok esetben különböző betegségeknek, akár traumás betegségnek a hátterében egy teljesen más dolog húzódik meg. Jól gondolom én ezt? Igen. Egyébként a betegek döntő többsége azt gondolja, hogy valamilyen fájdalom azért jelentkezik, mert én megsérültem, holott egészen másról van szó. Ekkor az orvosnak az a feladata, hogy eldöntse azt, hogy most tehát a beteg fájdalma az mindig egy objektív dolog, azt mindig el kell hinni. Olyan beteg nincs, aki csak úgy kitalálja magának, hogy fáj valamilyen. Illetve ha van, akkor amögött nagyon komoly pszichés háttér van. Tehát egyrészt ezt is ki kell szűrni, másrészt pedig ki kell szűrni azt, hogy mi az a fájdalom, amit a beteg sérülésnek gondol, de mégsem sérülés, hanem valami nagyon komoly mozgásszervi betegség, mozgásszervi elváltozás húzódik meg a fájdalom mögött. Ennek nagyon sok lehetősége van, például találkoztunk már Lyme-kóros beteg mozgásszervi fájdalmával, találkoztunk különféle izületi gyulladásos betegségeknek a mozgásszervi fájdalmával. Ez is az előbb emlegetett szakmaközti konziliumnak az egyik nagyon fontos területe, hogy ezeket meg tudjuk beszélni egymással, a kollégákkal. Sok esetben ugye a kisugárzó fájdalomnál nem tudják az emberek megállapítani, de sokszor még orvos sem, hogy például egy epe kisugárzás a háton érző fájdalmat, tehát az epe okozza-e a hátban a fájdalmat, vagy pedig visszafelé? Igen, találkoztunk már olyan beteggel, és itt hadd említsem meg, hogy a nőgyógyász és az urológus kollégákkal is nagyon jól viszonyunk. Urológus kollega küldött át úgy beteget, hogy a beteg bement hozzá, hisz hát ők se beutaló köteles rendelés, hogy biztos veseköve van, mert nagyon fáj jobb oldalon a háta, és egy igazi epeköves rohama volt a betegnek, az előbb emlegetett akut ultrahangot igénybe véve kimutatták a nagy epekövét, a megvastagodott gyulladt epehólyagot, a szakmai kapcsolati tőkét igénybe véve, másnap már operálták is a beteget, akut epehólyag gyulladással, epekövességgel, és megszűntek a panaszai. Szegény beteg azt hitte, hogy van egy veseköve, ami majd el fog múlni, és a szakmaközti kapcsolatok lehetővé tették, hogy ezt azonnal kiderítsük, hogy ez nem így van, és sürgősséggel megoperáltassuk a beteget. Hát itt jön be az a bizonyos gyakorlat, aminek mi most nagyon örülünk, hogy itt a főorvos úr hozzánk került, tehát a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálathoz. 20%-kal nőtt meg a betegforgalom az elmúlt időszakban, és 25%-kal a műtéti eljárás. Két és félszeresére nőtt a betegforgalom. Ez annak következtében történhet meg, hogy nagyobb bizalommal fordulnak most, és szájhagyomány útján terjed az, hogy valami más van most az egészségügyi szolgálatnál? Én remélem, hogy ez így van, ami ezt alátámasztja az, hogy hónapról hónapra, tehát ez nem egy akut hirtelen emelkedése volt a betegforgalomnak, hanem hónapról hónapra lassan, de biztosan emelkedett az orvosbeteg találkozás száma, és hónapról hónapra több beteg keresett meg minket, és nagyon sok betegtől kapunk nagyon pozitív visszajelzést, hogy jó irányba történt meg a sebészeti szakrendelésen az elmozdulás. Az elmúlt időszakot, hogyha tekintjük, akkor hány beavatkozást sikerül egy nap ellátni, vagy hány beteget sikerül egy nap ellátni egy rendelésem? Hogyan alakul az a rendszer, hogy valakinek be van írva, hogy mit tudom én, 2-re kell menni egy szakrendelésre, mert akkor kapott időpontot, de közben hozzák a frissen sérülteket, tehát hogyan néz ki a gyakorlatban az ellátás? Körülbelül olyan 30-as betegforgalommal működik egy 6 órás szakrendelés. Tehát egy orvosnál 30 beteg. Körülbelül 30 beteg. Az előjegyzési időt mi csak a műtétes betegeinknek adunk, amikor a betegfogadó program lehetővé teszi, hogy lássuk, hogy tehát eleve kiírja, hogy van előjegyzett betegünk műtétre, kiírja, hogy mikor érkezik meg a beteg, akkor körülnézünk, hogy van-e olyan várakozó beteg, aki akut ellátást igényel. A betegeknek a döntő többsége ezt nem meri jelezni, illetve ez viszont szerencse, a recepciós kolléganőink jelzik, hogy telefonon, hogy doktor, egy frissen sérült vérzőbeteget jegyeztünk be a gépbe, akkor ezek természetesen prioritást élveznek. Mikor megbeszéljük a műtétes beteggel, hogy körülbelül 10 percet kell várni, addig a másik kolléganő, az egyik kolléganővel ellátjuk a beteget, addig a másik kolléganő előkészíti a műtéthez szükséges adminisztrációs feltételeket, kinyomtatja a beteg beleegyező nyilatkozatot, a szövettani papírokat, tehát ezeket ő elkészíti, és akkor egy ilyen, körülbelül egy ilyen 10-15 perces laufal meg tudjuk oldani a betegellátást. Ezt a beteggel közöljük, a betegek 100%-a teljes mértékű megértéssel fogadja azt, hogy egy friss sérültet látunk el, nem érzi diszkriminációnak, hogy őt miért hívjuk be előbb, és ő, aki mondjuk 13 vagy mondjuk 15 órára jött előjegyzéssel, miért kell 10-15 perccel később bekerülni a műtőbe. Tehát ebből az elmúlt 6 hónap alatt, és úgy tudom, hogy régebben se soha nem volt probléma. Ez alatt az idő alatt, amíg, vagy ez, most ebben az időszakban, hogy ön ide került a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálathoz, valahol máshol műte, szokott elmenni plusz műtéteket vállalni, és csak azért kérdezem ezt, mert most épp a napokban az egyik, azt hiszem, talán a Péterfi Sándor utcában a bőrgyógyászatnál hallottam, hogy van olyan orvos, aki kimegy 3 hónapra külföldre rendelni, aztán hazajön. Magam is vártam már úgy orvossal konzultációra a gerincemmel, hogy mondták, hogy 2 hónap múlva lesz megint Magyarországon. Hogyan működik most egyáltalán ez a rendszer, hogy ki hova műt, hol dolgozik, hiszen annyira kevesen vannak már, hogy gondolom, hogy szükség van azokra az orvosokra műtét szempontjából, akik nagy gyakorlattal rendelkeznek. Én magam nem járok más intézetbe operálni, vagy beteget vizsgálni. Én úgy érzem, hogy vezetőként nem engedhetem meg azt magamnak, hogy mondjuk egy délután 2-kor kezdődő rendelésre az előző 6 órás rendelés fáradalmával érkezzek meg. Nagyon sok kollega viszont jár máshová rendelni, máshogy operálni. Én mindig megdöbbenek, hogy milyen vidéki, pestkörnyéki intézetekből érkeznek általam jól ismert budapesti kollégánk aláírásával betegek. Sajnos ma olyan nagyfokú a orvoshiány Magyarországon, ezen belül Budapesten, hogy csak úgy lehet a rendeléseket szakszerűen lepörgetni, végigvinni, hogyha egy kollega 2-3 helyen is dolgozik egy héten. Ha ezek a kollégák hozzám hasonlóan nem vállalnának plusz munkát, akkor én merem állítani, hogy a budapesti egészségügy összeomlana. Vágjuk ki? Igen. Nem, hát sajnos nincs mit tenni, ez van. Abból kell a legjobbat kihozni, ami a rendelkezésre áll. És akkor most ennek tükrében nézzük meg, hogy mi az, amit, hogyha akár az önkormányzat, akár az egészségügyi alapellátás azt mondaná, hogy na doktor úr, főorvos úr, mi az, amire most szükség lenne hirtelen még? Tehát tudjuk azt, hogy milyen beruházások lesznek. Mi az, amit mindenképpen megvetetne a saját osztálya számára? Jó nővéreket, jó orvosokat még? Én a régi szakrendelői munkahelyemen foglalkoztam lézersebészettel. Egy lézerkészülék talán nem ártana, de ezt én nem tartom most jelenleg prioritásnak. Nálam sokkal fontosabb dolognak tartanám azt, hogy a személyi feltételek egy kicsit javuljanak. Tehát erre is ígéretet is kaptunk az igazgatóságtól. 1 plusz nővért szeretnénk fölvenni pályázat útján, hogy tényleg mindig a szabadságok ideje alatt is gördülékenyen menjen a munka. Tehát, hogy ne egy orvos, egy nővér dolgozzon, hanem legalább egy orvos, 2 nővér dolgozzon, mert akkor aztán tényleg nagyon flottul és gördülékenyen menne a munka. Tehát én a személyi feltételeket szeretném javítani, erre van ígéret. Milyen jelen pillanatban a nővérállomány, mennyire szakképzettek, mennyire tudják tudatosan, lelkiismeretesen ellátni a munkájukat, mire lenne szükség? A sok pozitív csalódás mellett, amikor én ide érkeztem, az egyik legnagyobb örömöm az volt, hogy a 3 kolléganőm, említsük is meg a nevüket, a Marika nővér, az Edith nővér és a Tünde nővér nagyon magasan kvalifikált, főiskolát végzett nővérek. Az egyik Ejnye-Bejnye, még nem szerezte meg a diplomáját, de viszont a főnővérnek van. Nagyon empatikusak, együttérzőek a betegekkel, nagyon magas szakmai színvonalon végzik el a munkájukat, mind a kötözés, mind a műtéteknél való asszisztálás, mind a műtétekkel való előkészületek során, és hát rendíthetetlenül végzik a sokszor nem is olyan kevés adminisztratív munkánkat. Még egy ilyen kolléganőt kapnánk, még azt a blaszfémiát is elmondhatnám, hogy miénk a Mennyország. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb az lesz. Nagyon jó munkát kívánok önnek, tartalmas munkát, jó feltételek mellett, reméljük, hogy ilyen lendülettel fogja vinni az osztályt hosszú időn keresztül, és önök pedig vigyázzanak magukra a nyári időszakban is. Doktor úr elmondta adás elején, hogy most a nyáron mire vigyázzanak, tehát strandcipőt érdemes fölvenni, és a vízbe való ugrás jelentében ez a két legveszélyesebb terület, amire fölhívta a figyelmét. Télen majd a síelésnél fogunk vigyázni, és aztán arra is, hogy ne kezdjünk el hirtelen terhelni, vagy ne kezdjük el hirtelen terhelni a szervezetünket, mert ez balesethez, sérülésekhez vezethet, úgy, mint ahogy a felvételen látták a mi kollégánknál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást és a beszélgetést. Jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.